Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntünk mindenkit itt a Nemzeti Táncszínházban. Váker Iszkánder az Én világom című kiállításának a megnyitóján. A kiállítás egész február folyamán látogatható, úgyhogy nem csak önök, hanem minden este a nézőink is gyönyörködhetnek benne. És mindenekelőtt szeretném megköszönni Váker Iszkándernek azt a gyönyörű anyagot, amit láthatnak itt a falakon, és bemutatnám önöknek a ma esti kiállítás megnyitó résztvevőit. Eyfert János fotóművész, a Kerengő Galéria művészeti vezetője, Buda Ferenc Kossuth-díjas költő, Váker Iszkánder, és Füzi László irodalomtörténész. És József Attila díjas, bocsánat. Súgtak. Így át is adnám a szót Eyfert Jánosnak, aki köszöntőt fog mondani. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm önöket, hölgyeim és uraim, a Kerengő Galéria 131. kiállításának vagyunk a részesei. Váker Iszkánder világát fogjuk látni a képeink keresztül, és nagyon örülök, hogy nem csak a képírásban, hanem a nyelv igazi irodalmi értelemben vett szóforgatói Buda Ferenc Kossuth-díjas költő és Füzi László József Attilas irodalomtörténész. Egyébként a Forrás című folyóirat főszerkesztője fogják megnyitni a kiállítást. Én csak 3-4-5 köszöntő mondatot mondanék, és hangsúlyoznám azt, hogy ez a szerény fiatalember, aki 1967 óta él Magyarországon, tehát jól ismeri a nyelvünket, a kultúránkat, hiszen a mi életünket éli. És a kiállításán látszólag két különböző világot tár elénk, földrajzi értelemben mindenféleképpen, amelyek azonban csak földrajzi értelemben különböznek egymástól, emberi és szellemi vonatkozásban hasonló mágneses teret mutatnak. Váker Iszkánder ezt a mágneses teret nagyon egyéni, eredeti módon irányítja, és oda vonzza a tekintetet, oda fókuszál a képei képzőszeti értelemben is nagyszerűen megkomponált formavilágába, hogy a lényeget, a szellemi értéket véljük kiolvasni belőle. Egyébként, ahogy már így előzetesen a képeket körbelátva megállapíthatjuk, hogy Váker Iszkánder a fotográfia klasszikus nyelvét beszéli, és ha szabad ezt a hasonlatot kölcsönvenni, a riportfotó hitelességével megrajzolt képi világa leginkább a portré és a keze, emberi arcok kezek formájában jelenítődnek meg. Mégsem pillanat felvételek ezek, hiszen a riportos stíluson túl nagyon gondos és átgondolt, szimbolikusan értendő beállításokkal is találkozhatunk. Azonban mégiscsak olyan jellemrajzok, amelyek mélységében ragadják meg az emberi sorsokat, a lélek legbensőbb titkait. Ha két színeket nézzük, tőmondatos, egyszerű, tehát rövid címek ezek, olykor utalással a képen ábrázolt személyre, és a keletkezés évszámával jelzi, hogy milyen korban készültek a felvételek. Azonban az egyszerű címek mögött nem csak egy-egy látványosan fotószerű arc, különleges szépségű táj, vagy izgalmas, érdekes tárgy jelenik meg. Zárójelben mondom, hogy a jó értelemben vett amatőr fotósok kedvenc témái ezek, hanem filozófiai értelemben azoknak a szellemi kisugárzását fogalmazta meg. Természetesen újból elmondom vele kapcsolatban, hogy az ő esetében is a fotoművészet nem csak a pillanat művészete, hanem a gondolkodás művészete is.
tárlatunk bemutató képek egyébként esztétikai és technikai értelemben is mestermunkák, olyan alkotások, amelyek a fotoművészet kedvelőinek különleges élményt jelenthetnek. Érdemes tehát visszatérni, másokat is ide csábítani a tárlat megtekintésére, és külön öröm számunkra, hogy fölkérhetem Buda Ferencet és Füzi Lászlót, hogy nyissák meg a kiállítást. Hölgyeim és uraim, kedves barátaim, egy rövid kanyarral kezdeném. Manapság, amidén egy sok mindenre képes okostelefon jó voltából, bárki fia, lánya fotóművésnek, a végtelenül türelmes világháló révén pedig széles körben ismert, sőt messze földön híres költőnek képzelheti magát, nem árt tisztáznunk merre is, ahonnan és ameddig. Ezért egy közhelyszámban menő megállapításra folytatnám. Akinek épp a szeme, rendszerint képes lehet rá, hogy egy adott látvány felszínét felfogja, megragadja, sőt bizonyos feltételek birtokában és előkészületek után akár rögzítse is. Az igazi, a valódi képíró művész viszont dolgozik bár festékkel, ecsettel, vagy akár valamiféle digitális technikai eszközzel, arra is képes, hogy a puszta látványon, a dolgok felszínén túl, azok mélyére, az általa megpillantott és szemügyre vett látvány lényegéig, magváig hatoljon. Nincs kétségem az erről, gondolom, hogy nem állok el egymagam, hogy Bagyat Iskander barátunkat jó magam melyik csoportba sorolja. Több mint 40 éve már, hogy időről időre eltöprengek rajta, vajon mi a titka Iskander gazdag és változatos művészetének, amelynek egyre táguló határai között békés harmóniában megfér egymás mellett. A göcsörtös többi fából eszkábált alföldi kútgén, az alexandriai könyvtár, a szikkatizmú öreg kaszás magyar, meg egy béketűrő arab halász, egy sivó vasszerkezetének belvilága, továbbá a sárga, sivatagi homokdűnék égre púposodó domborultai, meg persze erdély és maragdzöld reményben ragyogó hegyei. Nem mindent látjuk most itten, itt nem fér el ennek a töredékesen, amit megvan. Azt hiszem, túl messzire vezetne, ha kivételes minőségű és nem épp mellesleg imponáló mennyiségű teljesítményének teljes hátterét, nyilvánvaló és titkos összetevőit pontról pontra részletezném. Úgy gondolom, hogy az életpálya kátyúin és kapcsolatóin leginkább az eltökélt akarat, továbbá a szellemi nyitottság, és nem utolsó sorban az ő roppant szerencsés lelki alkata segítette át mindenkor. Mire gondolok? Egyebek közt arra, hogy ideje korán meghozott egy helyes döntést. Tudnének, hogy kitanult szakmájától elkanyarodva volt bátorsága, ereje és kitartása a maga belső törvényei szerint folytatni munkáltató életét. Arra továbbá, hogy miközben az óhaza, a szülőhaza életető hasznos szellemi örökségét magával hozta és megtartotta, az új hazáit is szorongás és idegenkedés nélkül a magáivá fogadta. Ismerünk embereket, akik számára a kettős identitás gyötrő, nyűg, kínzó kaloda. Iskander a szemünk láttára úgy vált derék magyarrá, hogy közben arabként is megmaradt jó arabnak, és nem csupán arabos akcentus halájtett magyar mondatai okán. Mindebben persze nagyben segítségére volt és van az ő magyar családja, Sárika, a felesége, gyermekei és ikoremukái, kiterjedt baráti köre, másfelől pedig az arab világgal folyamatosan fenntartott élő kapcsolatai, amelyből egyébként nem kevés haszna származik hazánk is. Így hát a kettős tudatból nála nem sarjadt ketté hasadt lélek, az nála máig egészben maradt. Ha már a kapcsolat szó elhangzott. Külön hangsúlyra kell szólnunk Iskander barátunk bámulatos kapcsolatteremtő képességéről, vagy inkább tehetségéről.
Erre már a kezdetek kezdetén felfigyeltünk. Azóta is elámulok rajta, milyen játszi könnyedséggel tud szót érteni mindenféle rendű és rangú emberrel, legyen az magasrangú diplomata, országosan ismert író vagy költő, nincs tenne szegény ember, vagy akár fafejű hivatalnok, ám bár ez utóbbi fajta meg őt is próbára teszi. És a csoda épp abban rejlik, hogy mindezt erőltetés, tolakodás vagy egyéb oda nem való gesztus nélkül viszi végbe. Belülről fakad. Már a legelső pillanatban kitetszik, hogy kíváncsisága, tiszta érdeklődése, őszinte, belülről fakadó, s hogy a vele szemben álló másik embert, de még a természeti tájat sem puszta fotótémának tekinti. Lélekből és jellemből fakad nála ez az alapállás, ez a közelítés, és aki mindössze 3-4 percet beszélget vele, az nyomban rájön, ő nem azok közé tartozik, akik a világot és a benne élőket meghódítani és birtokolni, hanem akik megérteni és a maguk eszközei révén megtartani, tovább értetni törekednek. Bár a látása fokról fokra élesedett, a nem biológiailag értem, az a belső látás. 70-en túl sem veszítette el a lélek gyermeki jogi személyiségét. Nem tudom megállni, hogy megidézem ide, ezt már csak úgy leírás nélkül, azt a unokám élén hallott tanítást, innétel egy az ilyen emberektől, a lányom tanította a kisfiait sakkozni, a kisebbik 4 éves, a másik 6, ütéshelyzet. Na látod, Ábriska, ezt most itt ezzel kiütjük, megszólal a gyerek. Miért kell azt most kiütni? Inkább barátkoztassuk össze őt. Hát ilyen emberek is. Erre az emberi magatartásra volna szükség ott, a Szentfölddel szomszédos Szíriában, ahonnét a mi barátunk majd 2 emberöltővel ezelőtt ide származott. No meg persze idehaza, a Duna-Tisza tájon is, ahol naponta egyazon nyelven szídjuk és gyalázunk egymást. Békesség mindjártnak. Szállam. Kedves barátaim, igyekszem rövid lenni, mert harmadikként már ez a feladatom, harmadik megszólalóként. Ennek a rövid írásnak az első mondata úgy hangzott: Bagget Iskanderről sok jeles kortársunk sok szépet és fontosat mondott már. És a névsort leírtam, most ki kell bővítenem Eifert Jánossal, mert amit ő fotósként, fotoművészként mondott Iskanderről, az számomra is fontos volt. Buda Ferenc nevét azért nem említettem, mert így folytattam az írást. A legfontosabbat talán Buda Ferenc mondta, amikor szürrealista magyar fotósnak nevezte Bagget Iskandert. Biztosan sokan csak egyszerű szójáték végeredményének tekintették ezt az eddig nem létező magyar kifejezést, szürrealista, pedig ennél jóval több. Szürrealista, azaz nem szürrealista, nem a valóság felettiségben létezik, de valóságlátásának, ahogy az általa beszélt magyar nyelvnek is létezik a csak rá jellemző sajátossága. Ha ennek a valóságlátásnak az általa érzékelhető sajátosságát kellene megneveznem, akkor azonnal az emberi kifejezést használnám. Bagget Iskandert ugyanis sohasem a valóság, az elvont valóság foglalkoztatja, hanem az embernek a valósághoz való viszonya, vagy inkább az, ahogy az ember a világban él. Tovább megyek ennél, maga az ember érdekli. Ha valamikor is döntenie kellene, hogy idézőjelben mondom, lefotózzon egy segítségre szoruló embert, vagy inkább segítsen, mert segíthetne rajta, egészen biztosan vagyok abban, hogy a segítséget választaná. Sajátosan emberközpontú világlátásának biztosan világlátásának kialakulásában biztosan szerepet játszottak a magával hozott hagyományok, erre is utal Buda Ferenc kifejezése a szürrealista, de hát nyilván valami másról is szó van, valami másról, mondjuk így, az emberi jellemzőről és az emberi minőségről. Mindezek után a Bagget Iskander számomra a legfontosabb jellemzőjeként, második legfontosabb jellemzőjeként a kíváncsiságát említem. Ismert az a sokat mesélt anekdotája, egyébként sok nagyon jó anekdotája
van, érdemes beszéltetni a Balket Iskander, mely szerint minden akkreditáció megkülönböztető jelzés nélkül valahol az arab világban egyszer ő került a legközelebb II. Erzsébet királynőhöz, egészen addig, amíg a biztonsági emberek ezt észre nem vették, ekkor már a menekülés mozzanatai következtek. Láttam én is, ahogy Csíksomlyón órákon átszipelte a nehéz felszerelést, csak azért, hogy a domborulatok kanyarulatát a lehető legtökéletesebben megmutathassa. Láttam, ahogy Veránkán az egyébként szép hajnali órákban szó szerint órákhosszat várta a kócsapok érkezését, hogy lefényképezhesse őket. És láttam azt is, ahogy az autóból szinte kipattant, amikor a gyümesi szarosban a pityókaszedőket észrevette. Akkor nyitva maradt az autó ajtaja, fokozatosan a felszerelés különböző darabjai is elmaradtak, csak Iskander futott előre, hogy a megérzett képet elkészítesse. A jó kép vágya, mint minden alkotónál, számára is segíti a nehézségeket legyőzni, azok nem is léteznek, feloldódnak a valódi munkában. Az emberi jellemzők pedig felkerülnek a képekre. Ezeket a képeket, amelyek Budafelen mondja, Balkett Iskander munkásságának csak a töredékét képesek itt megmutatni, ezeket a képeket legyen szó tájról, legyen szó írókról, és legyen szó szociófotóról, emberi portrékról, az ember iránti érdeklődés és az ember iránti kíváncsiság vezeti, és talán ha lehet azt mondanom, Iskander barátunk mély humánuma. Ezekkel a szavakkal szerettem volna figyelmébe ajánlani Balkett Iskander képeit. Köszönöm szépen. Én egy mondatra jutok. Nagyon köszönöm, hogy itt vagytok mellettem. Nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy a beszéd galériába itt állíthatok. Nagyon köszönöm a Jánosnak, a Eifert Jánosnak, a barátomnak, a Budafelének, a Füzelasszonynak, barátaimnak itt vannak mind. Hálás köszönöm, hogy itt vagytok. Nagy örömet okoztatok nekem, minden arc, ami itt látom előttem, és hálás vagyok, és köszönöm szépen, és ezzel mi erősít engem, hogy továbbra is szeretnék dolgozni, alkotni abba a szép hazába, abba az országba, hogy legyen egy kapcs az itteni kultúra, meg az, ahogy nevezett barátom, a keleti, vagy ősi, vagy a szíriai, vagy az arab, vagy a kultúra között legyen egy híd, és én próbálom a magam tudása szerint elvinni, amit bírom, amit tudok. Köszönöm szépen, mindenkit kívánok, köszönöm.